Sziasztok, Zó vagyok, és Isten hozott titeket újra itt az Old Mods 3 mod pack végigjátszásának a következő részébe. Milyen jó kis milyen trónum van, ami szuperül néz ki. Jó nagy meló volt, de azért megvan. Előző részben ugye összeraktuk ezt, ugye? De önmagában nem tudjuk használni. Nem tudjuk használni, mert hogy kell neki egy spéci cucc. Emlékeztek rá? Láttátok? Ugye itt van valószínű, hogy ez a felső, én csak tippelek, mert még nem használtam, de valószínű, hogy háromszor szent kell, kettő fekete koponya és egy olyan, milyen essence, growing essence, azt hiszem, vagy igen. Ez a growth essence, tehát nem mindegy, növekedés essencia. És a Royal Jelly-t összeraktuk, Flux Pitot összeraktuk, még van itt három apróság, így nem is olyan apró, a fertilizerek az szerintem apróság, de botania, barátaim, botania. Na nézzük meg előbb, hogy a Jelly hogy alakult. Mert ugye dolgoztak a méhek 774, tehát szerintem a Jellyvel nem lesz gond, viszont fertilizereket kell csinálnom, méghozzá kétfélét, Industrial Forgoing és Actual Addition. Industrial Forgoing a Sewage Composter. Tehát kell neki energia, két bucket of sewage, it will solidify it into fertilizer. Aha, tehát sewage kell neki. A sewage az nem olyan egyszerű. A sewage az azt jelenti, hogy folyékony, hogy is mondjam, végtermék. És animal, szerintem ez az, amit csinálja. Ilyenből kell gyártani, és azt hiszem, hogy ezen kell az állatnak állni. When provided with power, it will collect sewage from the animals in top. Okay. Mi kell ehhez? Talán nem vészes, plastik. Plastik, mennyi plastikon van? Plastik, 24. Az nem lehet olyan rossz. Szóval kell egy plastikgyárat, vagy plastikgyárat, egy switch gyárat csinálnunk, ugye itt vannak az állataink. Tehát akár ezt is lehetne használni, ennek egy hátránya van, hogy túl nagy. Állatbarát, de ennyi ilyen switch gyűjtőt csinálni, ez egy kicsit macera lenne. Tehát kellene egy mondjuk 4x4 vagy 3x3-as terület. Viszont az állataink számát is fel kell nyomni. Mit keres ott a tehén? Na. Ja, nem tudok repülni. Tehát ez a tehén... Ja igen, mert hogy amikor kicsi volt, akkor átraktuk ide. Szóval hát ez ilyen gyilkológép volt, eszenciát gyűjtött, de igazából még nem használtuk az eszenciát. Tehát először is fel kell nyomni a tehének számát, azt meg úgy kell, hogy kell nekünk vít, és beletesszük ebbe a etetőbe, és akkor mostantól elkezdi etetni őket, ha van. Hoppá! Ja, hát igen, a bébi az átjön ide, ezt lehet, hogy kikapcsolom, mert pont azt akarom, hogy ez azt kikapcsoltam, tehát hogy ezek is ott egyre többen legyenek, exponenciális legyen a számuk. Jó, viszont lehet, hogy a két tehenet átviszem, egy sima golden lasszom van. A sima mobhoz jó a golden lasszó. Tehát gyere, barátom, hol vagy? Jó, ez a sok kábel. Tehénkém, menj át, oda, oké. Másik tehénkém, te is menj át oda. Jó. Lehet, hogy a bárányokat is átteszem? Ezek is hadd szaporodjanak itt az etetős részen. Aztán akkor több is lehetek ezek az állatok mixben is. Plasztik készítő meg itt van. Ezek szerint megcsináltam már, nem is emlékszem rá. Hogy állandóan tegyen ide fát, és akkor folyamatosan van benne fluid, de aha, megtelt, jól van, tehát most már van plastikunk. Szuper, mennyi fát tettem bele? Még 1500 van benne. Jó van, mert ugye ez a fa fluid extraktor, tehát kiveszi a fából a fluidot, és a fát ugye elfoglalja, nem tudom mi, értitek? És akkor ide csinál latexet belőle, ez a processzor, hogyha kap vizet is. Hát ez ilyen félig automat, és azt hiszem, hogy ezeket most ki kell égetni, ugye? Jól emlékszem, latex, nem, plastik, nem latex. Plastik, dry rubbert kell kiégetni, igen, tehát amit most csináltunk, abból kell csinálni dry rubberöket. Tudom, hogy van wireless terminálom, mégis egy csomószor ide jövök, nem baj. Tehát csinálok így rubberöket, ezt mind berakom,
És akkor mindjárt a plastik problémák meg lesz oldva, mert ez bizony egy stack. Hú, többre számítottam. Na, gyere. És akkor ide meg berakom. Meg pikpak. Hát legalább van egy stacknyi. Jó van, ez is valami. Jaj, közben nézem, hogy szépen töltődik ez a nagy tároló. Hát ugye baromi nagy. 640 GRF, és már csináltam ám. Mi ez? Induction, indukciós, induction, tehát van még négy, ugye 10 van benne ezek szerint, mert 640-et mondott, és van még négy, na, nem ez az, KRF, és itt a statisztika, ja, itt van, 640, még négy van, de akkor 6, mi ez, na mindegy, el akarom érni a terát, nem tudom miért, hát miért csak giga van, legyen tera. És ahhoz még kell egy 6-ot beletenni, mondjuk. Nézzétek ezeket az emberkéket, olyan kis butusok, mert itt benádigálnak. Mit csináljak velük? Ha rácsapok, akkor nagyon ideges lesz, és meg akar ölni, és nem nyugszik. Itt is benádigál. Hát most miért? Miért? Amúgy ezt meg ki lehetne üríteni, és hogy ürítjük ki a leggyorsabban? Megmutassam, hogy kell leggyorsabban kiüríteni? Magnetkárt bekapcsol, aztán szétcsap. Patty. Mindenbe is ugrott. Kicsit sok minden is, mindjárt helyre rakom, a vútos extraktort meg kell keresni, vagy hogy hívják. Na, extraktor és egy krép. Na, ki is ürítve. Oké. Okay. Azon gondolkodom itt, hogy itt nem olyan egyszerű dolog, mert hogy ennek villany is kell. Sewer for animals. Tehát villany és ugye ki kell vezetni. Márpedig ez úgy lenne jó, hogyha mindent alulról tudnánk megoldani, mert ugye akkor mondjuk minden második helyre tennénk egyet, hogy maradna föld is, tehát tudnának növeszteni mondjuk bundát, az amelyik akar. Ja, XP, ingyen XP. És értitek, szóval lehetne közte föld is, de viszont hogyha oldalt is kábelek lesznek, az hogy néz ki? Még téglát is kell... Megyek a másikba, gyorsabb égetőbe. Ó, most jó gyors a szerverem, igaz? Nem ugrál, nem pattog, semmi. Szóval téglákat kell csinálnom, mert az is kevés van, de három már összejött, szóval. Van-e olyan kábel, ami energiát ad, és kiveszi a vizet, vagy hát a folyadékot? Ugye a fluxdukt között van, nem a fluxdukt. Mi volt? Az is valami dukt. Igen, ő az, amire gondolok, hogy ő, ezt használtuk a méheknél is, tehát, hogy itemet visz, tehát elemet továbbít, és redstone-t is ad. Mármint, hogy RF-et. Most kérdés, hogy van-e ilyen liquidbe? És úgy néz ki, hogy van. Úgy néz ki, hogy van. Ez az. Én jobban szeretem ezt az opakot, tehát, hogy nem lehet belelátni, nem lagol a szervertőre annyira. Szóval, bármit át tud, bármilyen hőmérsékletet, jó, és 4000 RF pertig. Na hát, ez kell nekem. Ez kell. Mibe kerül? Mibe kerülsztem, mondjad. Egyet tudtam csinálni. Na hát, ez nem sok. Először kell hardened fluidukt. Hát, 2,5 stack. Jó van. De mi fogyott el, te várjál? Hardened fluidukt. Invar. Ha nem, majd nincs invarom. Csinálja, nem im, invar, aha, gondoltam, hogy van erre recept, legalább egy 100-as csinálja, hogy ne amikor kell, akkor álljál neki. Jó, és akkor most jöhet az a fluidukt, ami szignalumos. Fluidukt. Most a szignalum fogyott el, baromi jó, szignalum. Azt is kraftolj egy 100-at. De közben legalább már elkészült ez a brick. Tehát biztos, hogy tudok jó pár ilyet csinálni. Mennyit csináljak, nem is tudom. Csinálok egy 15-öt, nem tudom miért pont annyit, mert hogy ez majdnem negyed stack, 16 lenne a negyed, és akkor lehet, hogy igen, hogy akkor csináljuk úgy, hogy hadd éljenek ők, tehát mondjuk itt lehetne a bárányokat nyírni, meg ilyenek, csak hogy akkor itt, mit tudom én, így lenne mindenhol egy ilyen elszórva. Na, így gondoltam, hogy így lenne hely akkor enni füvet. Jó, és akkor még kell 3 szúver, mert annyival kevesebb van.
Jó, viszont még egy miatt aggódok, az a kábelezés, ugye most alá kell mennem, és úgy kéne, hogy, ja, hogy innen kívülre megyek alá, mert nem akarom, hogy a zöld eltűnjön. Milyen jó, hogy alatta itt van ez a luk, így legalább nyugodtan tudok dolgozni, nem kell annyit ásni. Közben jutott eszembe, hogy igazából még Xnet kábellel is meg tudtuk volna oldani ezt, az egy kicsit bonyolultabb, de az se olyan vészes. Ugye most itt akkor szervókat is kell gyártani, mert ez a Signalum Plated valami, ugye ez önmagában nem szívja ki, vagy várja, vagy ha nem akarunk mindenhova, akkor lehet, hogy Retriever-t kell csinálni. Nézzük csak meg, várja, mindjárt összerakom először a kábeleket. Elfogytak az ilyen kártyáim, ezért most belinkeltem. Jó, és akkor így egy másik power cell-lel szépen adok neki áramot, aztán mindjárt jöhetnek az állatok, mondjuk ide leteszem a szélére, azt mondom, hogy egyet ide beteszek, és out. Ha minden igaz, úgy szépen töltődnek, szuper. Ez eddig jó, na most néhány állatot át kéne tenni, csak a teszt kedvéért. Na, itt van alatta, igen, ott van, tehát tényleg termel, tényleg, jó van, szuper. Hát akarok egy kis zöldet hagyni nekik, nem az egész ilyen, tehát most ez nem fél. Tudom, hogy az lenne a leghatékonyabb, de hát mégis. Jó, oké, tehát most már az megy, és ha jól tudom, van nem csak szervó, de először is várják, kell nekünk egy kvantumos tároló, egy ilyen, ami jó sokat tárol-e, egy ilyen-e. Vagy nyomjuk bele, lehet, hogy nyomjuk bele ilyen tovább Ender tankba. Nem is gyűjtjük mi ezt, ennek semmi értelme, feldolgozzuk. Sewer, miben? Hogy hívják ezt? Animal sewer, nem? Ez várja, van egy másik. Mi az a másik, ami feldolgozza? Ő az, Switch Composter, ő az, őt megcsináljuk, és betesszük emellé, itt most már kap áramot, meg mindent, csak bele kéne nyomni, és én azt hiszem, hogy van ez a Retriever, nem? Akkor várjál, mi is a szervónak a párja? Szervó és Thermal Dynamics, tehát akkor nézzük meg a modot, Thermal, én úgy tudom, hogy valami szívja, nem csak, így van, ezek a, nem, ez filter, várjál, ez hülyeség volt, Redstone Relay, Retriever, ehhez kell nekem a Retriever, hát lehet, hogy nem a legkisebb, hanem mondjuk egy ilyen Reinforced. Ezek drágábbak, tehát azért drágábbak, mivel hogy, tehát ilyen esetben, mint ez is, rengeteget spórolsz azzal, hogy egy Retrievered van. Blacklist, látjátok, drága volt, aztán még sincs rajta normális szűrő, és elméletileg így van, szívja be, látjátok, nem kell annyi szervusz, szuper. És már el is kezdte dolgozni fel. És akkor jöhet egy szokásos Ender Chest mellé, aztán hat szóljon bele. Hovat is tegyem? Mondjuk így gondoltam, mert hogy még ide is tehetek, szóval igazából ebbe megy áram, tehát bármennyit le tudok tenni ilyen feldolgozóból, hogyha ez túl lassú lenne. Majd később kiderül, hogy itt nincsenek ilyen gyorsítók szerintem. Nem, nincsenek. És jöhet a jó kis mekás kábel, amiket én mindet hozom, hát ha még kell. Amiket én imádok, úgyni, hol van a konfiguráló? Itt van. És akkor innen ki, úgyni, oda be. Na, kész is a gyár. A kaki gyár, a fertilizer gyár. Még egy pár állatot átrakok, ebből szerintem nem kell sok ebből a fertilizerből, szóval most már lassan le is lehet állítani. Mondjuk azt még nem értem, hogy itt a fű az miért nem nő ki. Pont azért hagytam ilyen szerkezetet, hogy a fű azt tudja nőni, tehát arra gondoltam, hogy én ezt be tudom így kapcsolni, ne adj Isten kell, de valamikor... Ó, kell. Milyen jó, hogy észrevettem, hogy ez meg tele van. Ugye sajnos ez úgy működik, hogy ha megtelik, akkor is vágja a birkákat. Hú, egy kicsit arrébb jövök az ajtól. Akkor is vágja a birkákat, csak éppen elveszik. Még egy valamit megnézek, hogy ez mennyit fogyaszt.
Az egész együtt 36 RF-et, hú, jó van, akkor talán kibírja a 60 ezer RF, amit gyártunk tikkenként, talán belefér. Na és akkor most ott tartunk, hogy 17 fertilizer van, ez szépen nőni fog. Szerintem nem kell olyan sok. És akkor igen, volt a másik, az Actually Additional Fertilizer, ezt csináltuk most. Igen, na ilyet sem csináltam még, mi kell ehhez? Komposzt. Komposzt. Biomes. Tehát elmetek, bármilyen kaját nájfel együtt teszünk, akkor, és betesz, akkor ilyen biomes lesz belőle, és be tudjuk tenni a komposztba. Jó, hát próbáljuk ki. Komposzt. Ez ilyen egyszerű, akkor... Hú, nincsen anyagom. Fa, wood, mi van veletek? Ez mindig elfogy. Ja, nem, volt elég amúgy, csak kicsit lassan ment. Na mindegy, van most már komposztom. Lehet, hogy ebből több is kellene. Csináljunk egy 4-et. Mármint, hogy miért ne? Nem tudom, hogy ezt kell automatizálni. Lehet, hogy ezt nem is kell automatizálni. Egyszerűen beteszem ide a sarokba valahova. Valami kis nyugis helyre neki, hova tegyelek. Így szépen el lesz 4. Mi lett itt sötét? Ja, mert hogy ráraktam egy ilyenre. Oké, teszek fölé egy kis lámpát, szuper. És akkor kell tenni bele biomest. Mi bármilyen kaja. Mi van, hogyha ró kalamárit? Ó, abból hal lesz? Ezt nem is tudtam. Na, ez jó, és akkor knife. Ó, rókalamárival is működik. Hát gyerekek, abból meg van rengeteg. Hála a faktorinak. 5-öt csinálsz egyszerre. Ja, mert ugye elfogynak a kések. Ja, egy kicsit lassú, kicsit a szerver így beakad. Jó van. Na, és akkor ezt így berakjuk. Ja, nem tudok olyan sokat. Aha. Hű, ez ilyen lassú dolog. Ja, értem. Akkor lehet, hogy mégis automatizálni fogjuk a végén. És mennyit kell várni vajon? Ez magától megy, vagy nem? Vagy... Nem látom, hogy mozogna. Nézzük még egyszer, mi volt ez? Komposzter. Mondja nekem erről valamit, barátom. Azt mondja, komposzt used to make. Oké. Ugyan, aha. Tehát semmi érdekes időt még nem mondta. Tehát az, hogy biomasból csinálja. Komposztál, waiting for a bit. Tehát egész pontosan e bitet kell, egy harapást nyit, tehát egy picit kell várnunk szerinte. És hogyha kész van, akkor right click, jobb klikkel kell kivenni. Jó, hát hagyjuk itt egy kicsit, és kész vagyunk? Nem vagyunk kész, hát persze, hogy nem vagyunk kész. Mi volt ez? Grow Essence. Hát a mana powder, gyerekek, a mana powder, manát kell csinálnunk. Ó, jujjujjujjujjuj, mi hogyan csinálunk manát? A legegyszerűbb, már nézzük botaniát. A legegyszerűbb az, ami színből csinálja a manát, az állat, ami igazából növény, mindjárt megkeresem. Endoflame, ez az endoflame. Endoflame, ez nem kell sok minden, csak betálokat kell keresni. Az menni fog. Aztán kell egy ilyet csinálni, ami szintén cobblestone. De ez. Viszont a manát az szerint, aha, ez már living rock kell, jajám. A mana spreader az is living wood. Ehhez meg kell az a fehér növény. Hogy is hívják azt? Várom, ő az-e. Pure daisy. Van már pure daisy? Nincs. Akkor megyek, keresek pure daisy-t, ilyen fehér valamit. És hol van az én szuper, ja itt van, ezt, mármint, hogy ezt akartam megnyomni, a szuper ilyen kis virágkiszedőm, itt van-e, leaf blower, de ezzel nem vagyok elégedett, gyerekek. Nem vagyok elégedett, mert hogy leszedi a fa leveleket is, és így sokszor nem azt csinálja, amit én szeretnék, hogy csináljon, tehát inkább csinálok egy ilyen egyszerűbbet, mert ez nem szedi le a fa levelet. Ezt be is tesszük, és ezért szerintem a virágokra jobban koncentrál. Na, veled mi a helyzet? Jó, nem ezt akartam. Ó, azt hittem, hogy földez, de nem. 64 fert. Ó, gyerekek, hát ez meg vagyunk. Mivel csak egy kell. Mármint, hogy egyesével egy, tehát ez így baromi jó.
nem egy drága dolog, akkor nem kell automatizálni. Már is csináltunk 4 stack-it. Na, menjünk, keresünk Pure Daisy-t. Így, szuper. És így, mivel cseszik a levelekre, falevekre, így sokkal hatékonyabban teszi a dolgát. Csak Pure Daisy-t hol fogunk találni? Elég ritka dolog, úgy tudom. Én nem is tudom, lehet azt találni egyáltalán, vagy... Mert úgy emlékszem, hogy van itt erre egy ilyen mágikus forest, ez az-e. Tehát itt csak lesz. Itt van annyi fehér virág, hogy csak, na, valamelyik csak Pure Daisy. Hát eddig nincs szerencsém, rengeteg a fehér, de egyik se Pure Daisy. Nem tudom, lehet utána, már nem emlékszem, hogy ez lehet egyáltalán. Hoppá, itt volt egy creeper robbanás még régen. Tehát ezt lehet egyáltalán találni, vagy craftolni kell ilyen fehér petálból? Lehet ám, nézzük csak meg. Aha, jajám, akkor már jól emlékszem, hogy fehér petál kell. Az meg, hogy csinálok fehér petált? Ja igen, itt van, hogy kell a Mystical White Flower. Ja igen, Mystical White Flower-t kell keresni, nem Pure Daisy-t. Mit gondolok én? Fehér, ez is fehér, az is fehér, mindegyik fehér, de egyik sem mystical. Gyerek, na, ez nem az? Nem, ez sem, ez azure blue valami. Hát sok a szivatós fehér virág. Gyerekek, megvan. Na, hú, de gyors. Mégis olyan gyors, lehet, hogy kézzel előbb lett volna. Oké, van 3. Ez már jó, ugye? Jól emlékszem, hogyha ilyen mystical-t, ezt miért nem dobjuk be a rendszerbe? Aha. Tehát ilyenből fogunk egy-két petalt, és beletesszük a földbe. Aha. Akkor ez kinyílik, de lehet, hogy bone meal kellene. Bone meal. Hát csak 1000 darab van. Tik, 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 tik. Oho, és azt hiszem, hogyha viszont így szedem ki, ez nem biztos, hogy jó. Nézzük csak meg. Aha, mystical volt. Mystical, mert hogy azt hiszem, hogy az nem jól szedi le. Mystical. Aha, nem, nincs is. Nincs is, gyerekek. Tehát nem jó, mert hogy mivel kell, share-rel kell leszedni. Hogy hívják? Shares, és hogy igazából nekünk még akár egy ilyen spécit is tudunk csinálni. Mert ez ilyen túl valami volt. Aha. Csak azért csinálunk, mert kemények vagyunk. Még egy sima jed lomnyíróra felhasználunk egy darab nether start. Mert mondom, kemények vagyunk. Tehát akkor még egyszer... Hol vannak a petálok? Ja, most elcsesztem az összes petált. Mi? Hát nem az összeset, mert hogy azért itt van még 11, csak mondjuk néhányat. Szóval akkor még egyszer beteszem a földbe. Tek, tek, tek. Tek, 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 tek. Oké, bónmélezem. Milyen jó, hogy egy bónmél elég, nem kell gyűjtögetni. És ezzel leszedem. Pak. És ha minden igaz, most egy van. Ja, de várjál, ez a tollból van 2. Ja, az jó, mert tehát így már jól le lehet szedni. A magasakat csak ilyen lombvágóval lehet. Ezt már megtanultam. És ugye, amíg ez a pici csak 2-t ad, addig a magas 4-et. Tehát így lehet sokszorozni. Amúgy erre valami automatikát is lehetne csinálni, csak, mint mondom, ebből se kell olyan sok. Hát egyelőre csak 4 ilyen petál vagy szíromból megcsináljuk a... azt a... milyen virág is? Na azt. Hát akkor csináljunk itt egy kis botania részt, mondjuk itt lesz egy kis föld, hát tudom, tönkrevágjuk az üveget, dirt, tehát akkor itt állhat a Pure Daisy, és akkor körülötte, meg a delikvensek, mondjuk lehet, hogy nem is kell, mert a Pure Daisy lesz az, ami átalakítja nekünk Living Wood, de miért nincs itt elég fény? Valami pek. Jó, tehát át fogja alakítani ezeket a cuccokat Living Wood-dál meg ilyenekért, és akkor kell valami placer, tehát ami lerak nekem dolgokat, mondjuk autó placer, ezek jó beváltak cuccok,
Ebből kell nekem, ha minden igaz, 8, és van annyi, jó, szuper, nem kell kraftolgatni, és akkor ezt szépen letesszük, persze nem így, hanem harmadik is befordítva, harmadik is befordítva, tehát akkor elméletileg most, ha ott valami üveghang volt, meg megint túl gyorsan van állítva, nem slow, de mondjuk normálra, normálon volt, akkor legyél slow. Mert egyszerűen ilyen környezetben nem jó más, és akkor azt mindjárt plótoljuk, lassz. Na és akkor csak szimplán feltöltjük őket kézzel, mert hogy mondom, ez ebből se kell sok. Egyik felét wooddal, másik felét meg kővel. 2, 3, ebbe az marha jó, hogy ennek még erev se kell. Ja, még egy kis wood. Onnan már nagyobb bajba vagyok, mert hogy nincs túl sok. Jó van, akkor... Hát bár tudok rendelni ugyan. Tudok rendelni, de az egy kis időbe fog telni, főleg ha mondjuk ezret rendelek. Hű, kabőztön fogy, gyerekek. Már 700 ezer alatt vagyunk. Hát ha így folytatom, várja, ő egy smelting factory, akkor te is segítesz itt a stone készítésbe, még kapsz párat. De elmentek van quarim. Ezt nem értem. Belenézünk a jó kis pouchunkba. És nem menne a quarim? Szerintem megállt a quarim. A mining világban, tehát a bányász világban elmentek ott van, de lehet, hogy elérte már a limitet, tehát elég régóta megy, és hogy lehet, hogy végzett. Hát eléggé föld minden. Aha, not scanning, stop. Na nézzük csak, azt hiszem ez a preview mód, igen, tehát eddig erre csinálta, és ha én azt mondom, hogy másik fele csináld, hogyni. Ja, nem jó, ne felfele, lefele. Ha? Na ez így jó. Tehát akkor most elindul a másik irányba. Oké, ignored, start, ezt megkapcsoljuk ki. Jó, most akkor újra. Újra lesz cobblestone, szuper. Ugye most azért nem ilyen gyors lesz, tehát ez ilyen béna, mármint hogy elég gyengus dinamókat kapott. Már ez milyen dinamó, milyen szinten van? Signalum szinten van, de hát nekünk van most már azóta upgrade-ünk. Tudom, hogy lehetne ide tenni mást is, de ez olyan kis cukik, nem? Ezek a dinamók. És akkor mennyit termel, azt írja, ha 360 RF-et. Hát nem sok, de hát. Sima ingyen lávából. Azért nem rossz 360 RF. Most gondolj bele, 10 ilyen már 3,6K, ami annyit jelent, mint a dízel generátorunk, ami szintén a 4K-t tud, és azért az barom sok minden kell, hogy működjön. Majd megnézzük, mi a végsebesség. Na jó. Meggyőztem magamat. Szóval kell egy power cell, olyan, ami linkelve van, mondjuk ez már linkelve van, és volt egy kék. Hol? Itt van a kék. Ez a kék, ez 20K-t tud. Nézzük csak, hogyha én ezzel kisegítem egy kicsit, mondjuk lehet, hogy ide teszem melléje, és azt mondom, hogy akkor, na ez már be is van kapcsolva outra. Akkor tehát ő már tud annyit adni neki, hogy elkezdett a puffer feltelni. Hát 20K-t fogyaszt, Istenem, és kicsit gyorsabb, egész picikét gyorsabb. Jó, legyen ilyen, legyen ilyen, legyen. Akkor szerintem nem lesz többé gond a cobblestone, pedig még egy quarit akarok csinálni, mert nem érne, sőt kettőt. Na és akkor ugye ezzel tudunk csinálni majd ilyen különböző dolgokat, tehát például a Pure Daisy-t, ja igen, még a követ, mennyi stone-unk van? Stone, nem, minden mást mutat, annyi stone van már, aha, 1350. Na, fel van töltve stone-nal is, oké, szuper. Akkor itt minden megy a maga útján, már csak kell egy Pure Daisy, amihez hát először víz kell, Quantum Tank, ide teszünk egy ilyen kis tankocskát, mert hogy ez tök jó, vízforrás, majd mindjárt hozunk bele egy vizet, mondjuk így ide. Azt hiszem, hogy lehet beletenni, vagy na mindegy, mindjárt megoldjuk. Tehát kell ez is, meg egy vödör bucket.
és kérünk kölcsön egy vizet innen, a másik végtelen vízforrásból, és akkor... Na, úgy. Jó. És milyen mechanikus... Most van ez a mechanical piping, ez már megtanultam, hogy ez viszi át a vizet, és még mindig nem szoktam, meg csak megtanultam. Nem, ez nem így lesz jó. Extra utility-nek van ez a mechanical user-e? Azt hiszem mechanical user. Őt kéne rávenni, hogy töltse fel. Nem tudom, miért csinálom ám. Ez is olyan, hogy nem kéne automatizálni, mert hát most minek. De várjál, hogy töltjük fel a vödröt? Felejtsétek el. Felejtsd el, mert most a vödröt fel lehetne tölteni, ahhoz kéne egy ilyen, mi az, vödrös töltő, a másik gép, másik helyen van. Hát most megmutatom. Ha már egyszer magyarázok, akkor megmutatom. Tehát van egy ilyen gép, ami butler is van. Tehát több gép is van, de például ez olyan, ami tud vödröt megtölteni. Egy ilyet kéne mellé tenni, betölteni a vizet kábellel, és akkor vödröt megtölteni, és egy mechanical user-t rávenni, hogy csapdossa állandóan, de tudjátok mit, nem. Egyszerűen ennyi. Jó, mivel most ugye nem kell sok minden, kell nekünk egy white petal, vagy hát legalább akkor azt hiszem, hogy négy ilyen, és egy jobb klik, vagy bal klik, vagy rádobom, vagy mi is. Aha, rádobom, 3, 4. Ja, meg mag. Ja, igen. Egy mag. Ez legalább kiírja, gyerekek. És kész van a... Be is szippantottam. Szóval még egyszer Pure Daisy. Itt van a Pure Daisy, szuper. Köszönöm, Mágnes. És ezt beteszem középre, akkor szépen elkezdi átalakítani. Szuper jó. Na most már csak kell nekünk egy... melyik is az a Miner? Controlled Miner. Ez egy jó cucc. Ha én ezt ide leteszem, és mondjuk megfordítom, így, és azt mondom neki, hogy whitelistes legyen, nem 9x9, hanem 3x3-ba. Várjál? Csökkentsük a magasságot. És egyes, szerintem azért nem látjuk, mert pont ott van, ahol én szeretném. Tehát várjál, menjünk, még, nem tudunk még lejjebb menni. 2, 3, aha. Tehát ez a 3-as, 2-es, 1-es szint, tehát az 1-es szinten szépen majd kiszedi ezeket, de szuper. De addig nem fogja, hogy mi is ez Living Wood, meg Living Rock, szóval most szépen bement ide. Living Wood, meg Rock, szuper. És azt mondjuk, hogy te csak ezeket fehér listásak, tehát ezt fogja kiszedni. Kell neki energia. Hát most a point kedvéért kap valami kis charcoal blokkot. Hülye erőt teszem, hogy a steelt is meg kell nézni. Ho, ezt nem itt akartam. Ó, ment ez mindenhova te. Jó, most mész, működsz? On. Így van, szépen kiszedi. Hát, szuper. Tehát kiszedi ezeket a living dolgokat. De hova teszi? Hát akkor kap egy Ender chestet is szépen mellette, és milyen pipe? Ez a millibucket-es, előbb ott volt, előbb itt volt nálam a pipe, úgy látszik visszaraktam, tehát akkor a logistical transposer, vagy mi ez, transporter, és innen sieve, odafúj. Szerintetek ez működik, vagy az én mágnesem szívja be Living Wood? Van 6 Living Woodom, tehát azt gondolom, hogy valami történik. Történt. De az is lehet, hogy most ugye idő kell neki. Tehát kiszedi, az biztos, hogy kiszedi. Csak hova teszi? Aha, csak ide mellé esik. Azért ez nem olyan szép dolog tőle. Azért ennyi. De nem baj, van nekünk kollektorunk. Mindjárt lesz nekünk kollektorunk, amit imádok. Szinte nagyon jó szerkezet. Köszönöm, hogy megcsináltad Actually Edition. És
Jó, a Living Rockot nem tudom, miért nem találok. Szóval, hogyha ezt én ide beleteszem, és azt mondom, hogy akkor ebből szívjál, ne abból. Hát ezt le is szedem ígyni. És akkor neked viszont megmondom, hogy whitelist Living Rock, úgy van, ő már szedegeti. Living Wood pontosabban. És miért nem láttam én Living Rockot itt? Kézzel kivettem egyet. Jó, Living Rock. Lehet, hogy ez a Living Rock, ez nem a legjobb. Lehet, hogy túl messze van, hogy elszipkázza. Hát gyerekek, Living Wood az jön, de Living Rock az nem, pedig hát. Hova tűnnek a kövek? Nem szippantja be ez. Ide nem teszi bele. Nézem most, figyelj, most szétüti. Szépen lassan, lehet, hogy kéne beletenni valamit. Az is lehet, hogy mivel készen üti szét, azért nem lenne benne. Mivel lehet rokkot szétütni, mondjuk csákánnyal, de mi az, amivel fát is, meg... Mivel? Nézzük csak. Mi van akkor, ha adok neked egy ilyet? Akkor elkezdesz Living Rockot is csinálni? Aha, akkor már csinálja. Hát nézd. Akkor legyen egy pickaxe. Kapjon egy pickaxe-et, most már elkezdhet egy ilyen túlkor, tehát még egy Nether Start feláldozok, mert hát... Na, most végzett is. Aha, ott van. Jó. És akkor csinálok egy ilyen pickaxe-t, mert hogy ez sose fog elromlani. Azért az mégis csak jó dolog, ha sokáig bírják a cuccok. Biztos van olcsóbb is. Mondjuk, hogyha a obszidiánnal megoldanám egy tinkerszest, jó, tudom, de hát ez mégiscsak szem. Ó, és ott pörög, jaj, de jó. Előzőek miért nem pörögtek? Na mindegy. És most, hogyha megnézem Living, 7, akkor szerintem működik. Na és akkor ahhoz, hogy ilyen endoflame-et csináljunk, mondjuk lehetne egy 4-et, 8-at, olyan nagyon sok szerintem nem kell, mert már a powder az biztos később kell, de mindegy, egyelőre amennyit tudunk. Tehát kell barna, mi ez? Gray, light gray, ó, világos szürke, ez sima barna, és vörös. Na van nekünk red, vajon? Szerintem van. Jó, mondjuk 8 red, eddig jól állunk. Light gray. Egy csomó virágot összeszedtem. Van. Ez az jó. Ez mégse jó. Mégse tudok belőle petált csinálni. Akkor mégse jó. Akkor kell valami light gray virágot szerezni. Aha, ilyen mystical, tall mystical valamit. Mystical light gray-t. Hát most nem fogunk méhét csinálni. Oké, tehát light gray. És mi volt a harmadik? Brown. Ugye? Brown. És az van. Az viszont van. Ebből kell, akkor 16, de szerintem ezt mindjárt duplázok. Azt mindjárt játszogatok ezzel egy kicsit, és akkor light gray kell csak hozni. Ja, azt hiszem, hogy ide beletettem ebbe a tatyóba. Ezek már nem kellenek, a vödősekkel, és ebbe a tatyóba beletettem ezeket a hozzávalókat. Petál, meg ilyen vágó. Néha mellítöttem a bone meal-vel, és akkor... várj, ez mi volt? Mi volt az? Ja, fern. Tehát hirtelen azt hittem, hogy ilyen light gray-es dolog volt. Na szóval, hogyha sima földre üt... Látod, ez olyan... Ez csak fern. Oké, nem ilyet keresünk. Akkor simán kinőnek a növények így össze-vissza. És akkor jutott eszembe, hogy majd ilyen fű is kell, tehát jó is, hogy ez történt, mert valamihez kellett fű. Nem tudom még mihez, de valamihez kell. És akkor jön ez a light gray vadászat. Ez mindig ez van, tudom, a botaniában. Mindig van valami 16 féle virág, vagy még több. És úgy kell vadászni őket. Mindig az nincs, ami kell, azt tuti. És azt hiszem, ezek is ilyen csapatban vannak, vagy csoportban, a két szó összevonva kicsit fura. Szóval vagy csoportosan, vagy csapatosan vannak. Csapatos, az is hülyeség. Na de mindegy, a lényeg, hogy egy helyen több szokott lenni, viszont ritkábban.
Hát az Istennek se találok rá light grade üveg csokoládé. Csokoláte vagy mi az? Az van, meg ilyen magasak. Ezek jók. Piros redesz kell. Vagy dájna. De hogy a light grade nincs sehol, az tuti. Ho? Ez mystical grey, ez nem jó. Ez csak sima grey, nekem light grey kell. Hasonló, csak világosabb. Mert hogy a neve is ez, hogy világos szürke. Na, milyen szép kis falut találtam. Sárga házikó, ez mi? Ez mi? Jaj. Itt már azért nem olyan jó ott a szerver. Aha, tehát hogy ez ilyen méhecskés. És meadow, meg forest. Jó, ezek vannak. De a virágokat elviszem, mert szerintem azok még jól jönnek. De milyen szupi kis házikó. Ó, common. Jó. Azért nem olyan értékes dolgok, legalábbis most már, de tök jó falu ez. Szépen megvan minden házik, ami kell. Van ilyen immersive engineeringes is. Iron, jó, van, ezt sem fosztjuk ki, hát ha még valaki jön a szerveren játszani, és akkor van ez a kovácsa is. Itt jó dolgok szoktak lenni benne eldugva. Nézd, bronz, jó is ez. Már akinek? Jó, most ilyen fás részen megyek, hát itt sajnos nehezebben venni észre. És már a szerver is kicsit lassult. Azt hiszem ez a light grey, ez ilyen nehezen megtalálható amúgy, tehát lehet, hogy elmentem párszor mellette. Biztos, hogy ti megmondjátok, hogy hány mellett mentem el, de hogy ilyen nehezen észrevehető, nagyon beleolvad, tehát ilyen ilyesmi, nem ilyen, mert nem ez, de hogy valami hasonló, csak picibe. Ó, itt is van ilyen spawneres izé, tehát hogy teli van spawnerrel, de nem megyünk be, csak mondom, hogy ritkák amúgy, ritkák, de néha vannak. Nézd, ez itt micsoda. Ez is hasonló. Hú, ilyet még viszont nem is tudom, hogy láttam-e, amin ilyen lejárós van. Na, szálljunk csak le. Nem megyünk le. Most nem ezért jöttünk, nem kezdünk egy mindenféle harcolgatni. Light grey. Brown. Nézd, brown, az beszeg van. Na, ilyet se láttam még, ilyen fan flower plants. Az is egy érdekes mód. Nem tudom, hogy mi a célja, de nagyon sok szép növényt ad hozzá. Mondjuk lehet, hogy csak ennyi, hogy szebb legyen a Minecraft, vagy változatosabb. Mindent találok, látod? Tehát ez ilyen fehér virágtól kezdve minden az összes, amit el lehet képzelni, minden a virágos szürkén kívül, de ha véletlenül megfotalálom, akkor tudod, hogy utána mindenhol ilyet fogok látni, virágos szürkét, mindenhol. Nézd, egy másik szép falu, mondjuk ez lehet, hogy ez ugyanaz, csak mentem egy hurkot, mert most látom, hogy ezt már felfedeztem, mi hol vannak? Van ez a Darkland, itt viszonylag könnyű észrevenni, ilyen helyeken próbálok keresgélni, de nincsen. Sleeping bag, mert már hogy beesteledett, és hát este nehezebb észrevenni. Ez nem világít sajnos. Ugye mondtam, tehát fehér virágot, ezt a Mystical White Flower-t mindenhol látom. Előbb kerestük, nehezen találtam, oké, de most mindenhol van. Gyűjtök kék virágot is, mert az is hát, ha kell később. Csak szürke nincs. Fekete, az is milyen szép, szuper, jó, van fekete is. Nagyon jó, már csak szürke, világos szürke kell. Hát gyerekek, szerintem eltűnt a szerverről az összes szürke, vagy hát erről a világról az összes világos szürke. Itt nincs, ez buk, biztos buk.
Észrevettétek, hogy aki nem ért hozzá, az mindig azt mondja, hogy bugos a rendszer? Hű, milyen koszos vagy te. Azt a mindenit, meg kéne fürödni, nem? Nézd, ő is koszos. Jó. Megyek is, mielőtt még itt rám köpik a koszt. Hát ez a bugos csaló szerver, hát nem igaz. Jaj, gyerek. A méhékkel is kb. Együtt keresgéltem ám. Csak ezeket nem szoktam felvenni, mert 3 órás lenne egy videó, de ezek a szívás részek. A Taumcraft, emlékeztek, volt egy, van egy olyan mód, az 1.7.10-ben, hogy ilyen Taumcraft, és így mindent szkenelni kellett. Na, az volt hasonló szívás. Botani az általában nem olyan nagy, de most vagy tök vak vagyok, vagy tényleg nincs. Ilyen, én szom, hogy ilyen nagyon hasonlít a fűre, de itt van meg, már bocsánat, értitek? Szóval itt van, na. Hát nézd meg már milyen, tehát ezt messziről látod? Tessék, ott van. Tudod, hogy 500 mellett elmentem, na. De mindegy, a lényeg, hogy itt van, és ott is van, ez az. Jó, megvan gyerekek, megvan. És akkor ez a Light Gray, Tall Mystical Light Gray, jó. És ebből hamar csinálunk pár ezret. Itt van a... Ja, ez is kell. Azért ez a legjobb OP dolog, hogy ez működik. Ha ez nem működne, hogy így előtetem és újra leszedem, akkor nagy szívás lenne. Na meg vagyunk, mehetünk haza. Báz. Na, itt a bázis. Jó, most ezzel jöttünk. És akkor endoflémeket csinálunk gyorsan. De várjál, van valami wand is, amivel csapkodni kell. Tehát, hogy... Ja, várjál, az... Aha, tehát ez woodból van. 1, 2, 3 ilyen. Hú, most miért dobtam be? Kezdhetem kiszedni, botanni. Tehát 3 wand, és olyan petál, amit akarunk. Mondjuk... szürke. Jaj, irónia. De lehet, hogy nem kellett volna. És miért nem estél bele? Ja, persze. Persze. Hol a vödör? Pucket. Előbb víz kell bele. Na, van benne víz, és akkor most egy ilyen, szuper. Egy ilyen, és még egy ilyen. És az most jöhet a mag. És van valami, hogy okay. És hogyha valahogy rácsapok, akkor az előzőt vissza lehet hozni. Csak már nem tudom, hogyan. Várja, tök. És azt hiszem ezzel így valahogy meg lehetett ismételni. Csak már nem tudom, hogyan. Üres kézzel kell, várja. Tök, és akkor nem kellett annyiszor, vagy maggal. Hát nem tudom, pedig volt valami, vagy lehet, hogy amikor még nem ütöttél rá, akkor kell itt shift ezzel, vagy nem is tudom, gyerekek. Nem, mert ha ezt beledobom, akkor megcsinálom. Na mindegy, tudti, hogy lehet valahogy, hogy az előzőt meg is... Van egy right click with an empty hand. Okay, így. Ez az. Csak ezt még bele kell dobni. Jó, üres kézzel kell. Na, azért mondom én, meg ki is írja nekem. Na, és ha minden igaz, most van nálam 8 endoflame. Tehát, hogyha ide leteszem őket, mondjuk akár így. És középen hagyok egyet. Hó, elcsesztem. Na mondjuk ez így nem biztos, hogy jó. Tehát középre esne be a charcoal. Várjál, egy dropper, ez a jó kis dropper. Mi hiányzik? Ja, ez valahogy most hiányzik, de okay. Tehát, hogy ez nyomná felfele. Trükk. Tehát ezt mondjuk ide letesszük, egy kicsit beállítjuk irányba.
Mindig nem tudom, hogy hova kell ütni, de most elsőre eltaláltam. Szuper. És jó is a föld ott, mert hogy ezeknek, hát lehetne floatingos is, és akkor viszont lehetne üveg ott. Hát, mindegy, most ez így jó lesz. Oké, rendbe tesszük. És nem is kell pressure plate, csak az kell, hogy ide charcoal. Így, akkor úgy kell, hogy így kell pulse. Nem lesz ez így jó, mert hiába is teszek rá egy pressure plate-et, mondjuk egy szép aranyat. Tudom, hogy van valami különbség köztük, de miért ne? Akkor ha ezt így mondjuk nem ennyit, és akkor példakedve belteszek 3-at, akkor nem húzza ki, ráállok, aha, tehát sajnos nem olyan, amilyenre én gondoltam. Nincs olyan dropper, ami csak akkor dob éppen, ha nem kap energiát, mármint hogy reszton jelet. Szerintem nincs, túl szép lenne. Na várjatok, most szétszedtem, hogy is van ez a reszton szabály, tehát hogy meg tudjuk fordítani a jelet, ugye bár, hogyha mondjuk így ide tesszük, pik, oké, és akkor mi lenne, hogyha a droppert meg ide tenném? Jó, hát így egy hely kimarad, de hogy elméletileg most akkor dob, nézzük csak. Nem? Ha, tehát ha most én ezt leveszem, akkor dob még egyet. Így mi? Ú, hát néha te kettőt. Az nem olyan nagy baj. Nem olyan nagy baj, de ez mégis megvan oldva viszonylag egyszerűen. Emlékeztek, hogy ő még itt van, tehát elméletileg van egy chestünk, ami amúgy is, bár ez coal, nem charcoal, végülis mindegy, mennyi szenünk van? Coal, 14 000 block of coal. 126. Amikor ezt elkezdtük használni, akkor 100 000 volt. Tehát a lényeg, hogy több szenet csinálunk, mint amennyit elhasznál, ugye ez a fűtőberendezés, hogy ezeket ne kelljen a sivatagba tenni, ezért használom ezt a fűtőberendezést itt, ami szenet eszik. Lehet, hogy nem is kellene ám ennyi, mert hogy ők akkor is fűtenek, ha ez fel van fűtve, tehát lehet, hogy egyet kiüthetnék, és akkor azt hiszem, hogy van olyan kábel, ami átviszi a hőt mellesleg. De mindegy, egyelőre nem csökkentjük a fogyasztást, tehát megvan oldva az, főleg oda teszünk egy chest, bár egyelőre nem, de tegyünk oda egy chestet, egy ender chestet. Csak már eléggé elmúlt megint az idő, és tudom, hogy sokan írjátok, hogy szeretitek a hosszú részeket, én attól félek, hogy ez jó pár embert viszont eltántorít, hogy neki álljon megnézni, és inkább rövidebbeket szeretnék, szóval kell 2 darab fekete, ugye? Azt hiszem az inkszek az ugye fekete. Mármint, hogy tudom, hogy fekete színező, csak hogy működik. Jó, szuper, tehát a 2 fekete itt van. Oké, akkor jöhet a spéci kábel. Ebben a sorozatban kedvenc kábelem jöhet, és szépen. Így. Jó, feltölti, tehát ott mindig lesz blokk, nem tudom, hogy amúgy despawnolnak ezek, de mindegy, és akkor jöhetnek az endoflémek, ugye ez az, ami manát fog termelni nekünk, ha minden igaz. Termeljé már! Lehet, hogy a charcoalt nem szereti? Na, most én nem tudom, hogy is éppen block of coal. De szerintem a charcoalt is kéne szeretnie mellesleg, de nem szereti. Vagy lehet, hogy mivel nincsen ilyen, várja, mi is az, ami kell, ami összegyűjti a manát? Mindjárt megmondom neked. Botania spreader? Vagy nem. De ez az, nem mana spreader. De milyen fura. Ez ilyen volt mindig? Mystical, használd azt. Nekem mindegy. És mondjuk ide tehetnénk a tetejére. Tök. Megy? Mi? Ez nem ilyen volt. Most vagy rosszat használok, vagy... Ó! Oh. Ó, oh, le,
lehet, hogy ez működik? Na várjál, hol van? Ez kell nekem. Ja, igen, akkor lát. Ó, ja, hogy most látom. És akkor ide, ugye? Aha, itt szépen össze kell kötögetni. Jó. És akkor most már mind oda fogja gyűjteni. Te is ide, te is ide. Aha, most... Mi az? Azt mondja, hogy piros X. Bind mode. Ja, most várj, a shift. Ja, most már van nyoma is. Aha, most már ilyen pipásak. Oké. Jó, viszont miért nincsen... Miért nincs ott charcoal, barátom? Most nekem kell oda dobni. Lehet, hogy ez nem fog működni. Hú, de hamar megeszik. Azt a mindenit. De várj, ez hova megy most? Építsünk gyorsan egy ilyen kis... ilyenek kellene, de nem egy pult szeretnék, hanem többet. Az mi is volt ez a... Ez azt hiszem a dispenser. Érdekes, hogy nincs dispenser, csak a red stringed dispenser van. Ez olyan fura. Pixie dust. Na jó, akkor szerintem az amúgy egy ilyen helyi szivatás, de akkor a pult megteri. Csinálunk pult. Mert hogy ugye a dispenser az így össze tudott volna fogni többet, de hát most ha nem, hát nem. Jó, tik. Ó, most jó. És... Oké, tehát most rengeteg manának kéne itt lennie, hát nem sokat látok. Vajon hol rontom el? Haló, mana! Hát ez nem jön, gyerekek. Mindegyik ég, tehát dolgozik. Nincs a belső tartályában semmi. Még az lehet, hogy ez a block of coal, ez nem jó. Akkor sima coal. Próbáljuk ki. Mindet kidobom így. Bármit segít? Nem. Akkor lapozzuk fel a könyvet. Nem share, nem is ez. Ja, de. Mindjárt megnézzük a virágokat, ha megtalálom már. In-game. Generate, ez az. End of flame. Ez milyen jó, hogy van egy könyv, amiben el tudom olvasni, nem kell a netet böngészni. Tehát block of coal. Tehát elméletileg annak jónak kéne lennie. Akkor nem értem. És ég, tehát mintha dolgozna, de valamiért nem megy. De lehet, hogy ott van, csak én nem látom. Hát ez szuper. Ó, várjál, mi volt ez? Ráklikkeltem. Valami nem jó. Tik. Nézd, itt duplán ráklikkelek, és akkor teli lesz. Lehet, hogy ezt így be kellett kapcsolni, vagy mi? Aha, elindult, gyerekek, elindult. Bármit is csináltam. Úgy néz ki, hogy működik. Van poolunk. Akkor még egy kicsit bírjátok ki, mi hol tartottunk. Essence, grow essence, ez kell. Mindjárt meg lesz. Szóval manap a sima gunpowder. Úte, abból azt is kéne gyártani, mert azt tudja, hogy később kell, és most nincs olyan sok, mint amennyi hinnénk, hogy van. Na, azt mondja, hogy még nem elég. Tehát még piros az X, kevés a mana. Hát lassan telik, és sajnos nincs semmi, ami írná, hogy miért ilyen lassú. Tehát azt sem értem, hogy ez miért így tele van, tehát hogy mintha nem is menne. Még egyszer megpróbálom, hogy... Tehát a világítás megy, de nem megy. Ilyen nagyobb pulzusnak kéne mennie, de hogy valamikor meg ment. Tehát így, gyerekek. Így, miért nem mész? Hát lehet, hogy rossz van a poolomban, de hát szerintem abban nincs nagyon különbség. Tehát csak ez van, nem? Na, még olyanra gondolok, de az hülyeség. De most már nem jut eszembe jobb, hogy ez nem jó helyen van. Tehát, hogy ez,
egy szinten kell, hogy legyen, mert hogy nem tud felfele lefele menni. Lehet ez hülyeség? Csak most gyorsan nézzük meg, hogyha ezt így ide teszem. A manapult sajnos ilyenkor mindig elveszte, amikor szétüti az ember. És akkor most őt ide, őt meg ide. Igen, hát most mondd meg, nem lehet fölötte, hát az eszem megáll. Hát hogy van ez? Mondtam, hogy nem a kedvencem a botania. Na, mindjárt ömlik a mana, oda nézzetek. Ömlik a mana. Nézzünk bele. Ha, azért olyan sok még nincs, de legalább már látni, hogy folyik bele. És már tudunk beletenni ilyet. Pik, pik, pik. Ó, szuper. Szuper. Na, akkor gyorsan utoljára. Fertilizer van. Ilyen is van. Mana powder van. Lehet, hogy még csináljunk akkor ebből is egy stacket. Hát egy fél stack van. És kell még ugye jelly. Abból is fogunk egy stacket. És ja, és még kell ilyen flux, pitó, csiró valami. Azt meg, hát innen kilopunk. Kilopunk egyet. Na, mindjárt meg lesz, közben egy dobálgatom, és akkor mindig egy kicsivel több van. Elég hamar lehet, nézzétek, hogy másodpercenként egyet hozzá lehet adni. Mindjárt meg lesz az esztek, és akkor csinálunk több olyan grow essence-t. Úgyni. Ja. Megvan. Na. Gyere, nehogy most megállj. És akkor... Na nézzük, itt vannak a cuccok, amiket szépen be kell tenni. Nem tudom, hogy a sorrend számít-e. Lehet egy stacket? Milyen szép lenne. Azt hiszem, hogy a jelly van a végén, és az talán számít. Ja, az számít. Az számít, hogy mi van középen, igen. Az összes többi nem. Na, akkor viszont egy üres kézzel ezt kivesszük. Gyere. Mondom, gyere a papához. Jó, téged beteszünk középre. És akkor van egy barnak, aki ott egy barnak, aki. Jó, akkor mi hiányzik? Ja, igen, ez a pixomixo. Így. Hú, gyerekek, készül. Na ez most mennyi ideig tart? Írja, hogy mennyi van még hátra, mert én szeretném lezárni a részt, gyerekek. Mutassatok már valamit. Ezt már meg akarom várni, míg megcsináljam. Hé, és ott van, nem kaptuk el. Szóval, grow essence, itt van, barátaim, itt van. Sikerült. Nem hiszem el. Gyerekek, megvan a grow essence. Hii. Nem volt kismeló. Hoppá. Szóval, ez egy hosszú rész lesz, biztos vagyok benne. Érzem a csontjaimban. Még nem vágtam meg, de majd a végére érzem. Örülök, hogy velem tartottál mégis. Megvan a grow essence. Már csak az ATM Star hiányzik. Na, az egy kicsit arrébb lesz, de találkozunk legközelebb mindenképp, ugye? Ugye? Ja, meg like. Ja, meg feliratkozás. Ja, és sziasztok!